Szeretettel köszöntöm a fekete szemeket, Bódi, Gusztit és Margot. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mindenkinek tudni kell, hogy igazániból az a zenekar, aki ma jött volna, lemondta sajnos egy váratlan dolog miatt, és ti voltatok olyan kedvesek, hogy beugrottatok helyettük, holott ma is már több fellépésről érkeztetek. Így van. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hogyha jól tudom, akkor eredetileg ti Nagyenyedről indultatok, és akkor még a zenekar 22 fős volt. Aztán felkerültetek Pestre, és most 5 tagú a zenekar. Jól tudom ezt? Így van. Hát anno 78-ban még, amikor a Fekete Szemek indult, akkor tényleg 22 fölkezdett. Aztán ebből több együttes született, ami több csapatra alakult, és tényleg elég híresek, elég népszerűek lettek. Borzasztóan sikeresek vagytok, hiszen szinte napról napra be vagytok táblázva, rengeteg felkérésetek van, és ez bizonyítja talán az is, hogy már 14 lemezetek jelent meg, több arany és platina lemez, sőt, mi több készültök a 15. lemezre. Mesélnétek erről valamit? Így igaz, a Szeretlek lemezünkkel robbantunk be a úgynevezett népszerűségbe, és a Binicinelen című lemezzel folytattuk, és most készülünk a 15. lemezre, amit úgy gondolunk, hogy egy picit modernebb stílusba szeretnénk megmutatni. Így. Ez azt jelenti, hogy kicsit változtatni fogtok a stílusotok? Talán egy kicsit spanyolos, ilyen latinosnak szeretnénk, de hát ezt még egy előre nem tudom, mert megmondom őszintén, hogy Csaba meg Guszti meg Szifa átvett a hangszerelést, és én meg Margot csak énekelni fogunk. Bízom bennük, hogy tényleg jól össze fogják hozni, és nagyon sikeres lesz, hisz már előre aláírtuk a szerződést az egyik lemezterjesztőjével, úgyhogy... Sőt, mi több, hogyha jól tudom, nagyon sok kiadó betekedett azért, hogy kinél legyen a lemeznek a kiadása. Így ez igaz, is igaz, ugye? Így igaz, a Bilin című lemezünknél többen megkerestek bennünket, hogy kössenek velünk szerződést a terjesztés iránt, és így nem tudom, hogy mondhatom, vagy nem mondhatom a reklám, hogy múzunkon azzal köthetünk szerződést, és a 15. lemezt is ott fogjuk terjeszteni, úgyhogy szeptember elején vagy közepén jön, és készülnek klippek, meg egyebek. Azt kell tudni, hogy a Szeretlek című lemezünk már túlhaladta a platinát. Ehhez már most is gratulálok. Köszönöm szépen. Meg még egy nagyon fontos, hogyha lehet dicsekedni itt a dicsekedés helyen. Nem erről vagyunk híresek, hogy dicsekedünk, de tényleg meg kell említeni, hogy egyelülállóak vagyunk Magyarországon, akik a 2001-es évben ugye 39 arany és platina lemez született. Sőt, mi több, az Arany Zsiráf díjra is jelöltek benneteket, hogyha szintén jól tudom. És a 39 arany és platina lemezből egyedülállóak vagyunk Magyarországon, akik egy évben 2 arany és 1 platinát szereztünk, úgyhogy ez is tényleg legleges. Bizonyítja, hogy mennyire sikeres az együttesetek, és mennyire szükség van rátok. Margot, te hogy érzed magad a sok fiú között? Én nagyon jól, ugyanis a fiúk a családom, a két fiam és a Guszti öcse, jó gyerekek, jól ki lehet velük jönni, pontosak, precízek, segítőkészek, szóval nagyon jól érzem magam. Gyönyörű a ruhátok. Köszönjük szépen. Esetleg a te ötleted alapján készülnek, igen, a fellépő ruhák? Igen, minden egyes ruha, igen, de van egy nagyon aranyos. És még a szövegelés. Nagyon aranyos varonő, aki segít. Amit én csinálok még az együttesben, a szövegeket írom, és karban tartom a fiúknak a megjelenését. De azt hiszem, hogy ezt mindenki láthatja is, hogy gyönyörűek a fellépő ruhák, nagyon szép, ahogy össze vagytok öltözve. Ami azt mutatja meg, hogy nem csak az a fontos, hogy jól énekeljetek, hanem adtok arra is, hogy hogyan néztek ki. Természetesen. Hiszen nem elég a zene, nagyon fontos az előadásmód, a kosztüm, hiszen ennek az egybelege tud olyan produkciót adni a színpadra, ami mindenkinek tetszik. És szerintem nem kell a tévénézőknek reklámozni, hogy a Fekete Szemek mennyire nagyon híres, és mennyire szükség van rájuk. Nagyon szépen köszönjük. Ennyi sok dicséretet meg kell nekünk adni. Egyébként van egy jó sztorim, hogyha elmondhatom. Persze. Hol is voltunk? Szabadszatmár megyébe kerekben. Tiszalökön. Képzeljétek el, 10 órakor lett volna egy előadás, és 3-4-10-kor megérkeztünk, és képzeljétek az össze, hát nem ez túlzás, de a fél falu ott volt, és várt bennünket, és megmondom őszintén, hogy egyszerűen elkezdtem sírni, mert ez hihetetlen. Szóval este 3-4-10-kor a fél falu ott volt, és várt bennünket, és valami. Na de hát Szabolcs-Szatmár megyéről van szó, és kicsit kijavítanálok, hogy nem Nagy Enyedről jöttünk. Nagy Ecsed. Nagy Ecsed, Máté Szaszkamára. Ami Szabolcs-Szatmár megyében található. És még annyit, hogyha nagyon-nagyon pofátlan vagyok biztos, hogy nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok levelet, meg a sok-sok telefont.
De könyörgöm, hogy nem tudunk minden helyre jutni, ez most tényleg egy kérés, hogy ne haragudjanak, akiktől nem tudunk párolni bulit, mert annyira be vagyunk táblázva, hogy egyszerűen hihetetlen. Hála a jó Istennek. Hát hála jó Istennek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtál ezt a meghívást, és várjuk azt a bizonyos 15. lemezt, és abból is legyen. Budafokra a Józsinak küldjük majd a legközelebbi számot. Okay. Nagyon szépen köszönöm. Szépen. Most pedig legyen az a bizonyos várva várt szám, amiért én olyan rengeteg sok levelet kaptam, hogy szeretnék a kedves nézők látni, tehát következzen a Hastánc Seres Zoltán előadásában. Fogadják nagyon sok szeretettel! Yeah.
Nagyon szépen köszönjük az iminti produkciót. Azt hiszem, hogy mindenkinek nagy örömére szolgált, hiszen a rengeteg levélíró most végre megkapta azt a produkciót, amit nagyon szeretett volna. Serez Zoltántól láthattunk egy hastáncot. Most azonban folytassuk a műsort, hiszen következő vendégem Fekete Gyula, akit ugye azt hiszem mindenki ismer annó a Hungáriából. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és neked is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is sok szeretettel köszöntelek, és minden nézőnek nagyon kellemes tavaszi éjszakát kívánok. Azonban majd csak akkor, ha befejeztük a műsort. Most azonban beszéljünk egy keveset rólad, hiszen, hogyha jól tudom, te vagy az egyetlen az akkori Hungáriából, aki ma együttese van és élőben tud zenélni. Hiszen általában mindenki playbackről dolgozik, igazak az információk? Igen, hát van egy nagyon jó kis rock and roll együttesem, ez a Saxi Maxi Music Band, aminek Budapesten is van állandó klubja, méghozzá a UPC klub a Kinizsi utcában, ahol minden két hétben, hetente, péntekenként szoktunk játszani. Sőt, aki követi a Pesti Esben, hogy Saxi Maxi Music Band hol van, az bármikor megtalál. Nagyon jó bulik szoktak lenni, tényleg. És hát én örömmel zenélek élőben, mert az a meggyőződésem, hogy aki egy kicsit tud zenélni, az inkább élőben játszon. Gyönyörű a ruhád. Ki a divatterveződ? Az igazság az, hogy ezek a ruhák, ezek a Hungáriához tartoztak, és tartoznak, és ez volt az én ruhám, úgyhogy most is ez az én ruhám, és nem adom oda senkinek. És a nyakkendőd? A nyakkendőmet... Lehet, hogy a kedvencedre utal? Igen, a nyakkendőmet azt egy nagyon aranyos barátomtól kaptam, hogy köszönöm Dodikám a nyakkendőt, és hát én Elviszt nagyon szeretem, és őt tartom annak a embernek, aki egy mély belső hittel képviselte a rock and roll-t és ezt az egész világot. Azt hiszem, hogy a mai napig is nagyon sokakban valóban még mindig él, és én nagyon örülök, hogy te saját magadnak is ezt a műfajt választottad. Azokat a számokat, amiket most játszotok az együttessel, kik írják a szöveget, kik szerzik a zenét? Hát nézd, az elmúlt időszakban, ami az én életművemet eddig felölelte, körülbelül 150 dalt írtam, amelyik közös Hungária vagy Dolliról számként jelent meg. Köztük kevesen tudják, hogy mondjuk a Micsoda Bulit én írtam, Randi Andi, Neon Parádé, a Dollinak írtam az Országúti Randevút, amit még mindig játszanak, vagy amikor a zenekar kicsit felosztott, akkor megírtam a Elpattant egy húr című dalt, amit ugye közös néven adtunk ki, mert akkor még nagyon jó barátok voltunk, és hát azóta is változatlanul és töretlenül írom a dalokat, és miután nem tartozom egyik nagy nemzetközi kiadóhoz sem, hanem a saját kis kiadóm, a Maxi Music, az képvisel engem, ezért időnként megjelenek egy-egy szólólemezzel. Legutóbb 2 éve volt egy olyan lemezünk, amin Lui barátom is részt vett, és amely egy 55 magyar popzenész részvételével a drog és az egészséges életmód érdekében íródott, a drog ellen. Ennek az volt a címe, hogy Sztárok az életért, tehát ez volt a legutolsó album, és most az utóbbi időszakban, így tél utolján, tavasz elején, megint egy nagyon aktív periódusban vagyok, csodálatos dalok jönnek elő, sőt, amikor magam se hittem volna, hogy én ezt tudom. Sőt, ha jól tudom, előkészületei történnek, majd a következő lemeznek is, hiszen igen, már majdnem kész van a lemezanyag. Igen. Hol láthatunk legközelebb fellépni, hogyha kedves nézők szeretnének elmenni, személyesen megbizonyosodni a te hangodról, a te együttesedről? Hát van egy új hely a város szívében, a Nagymező utcában, a Soho London, ahol jövő szombaton lesz egy ilyen Saxi Maxi Rock'n'Roll Party. Ott szívesen látunk mindenkit, majd a húsvét utáni április első péntekén és szombatján játszunk a Rolling Rockokba, de ahogy mondtam, ez a Pesti Est mindig benne van. És hát még annyit erről, hogy a kedves nézők közül bárki akarja látni az együttest a saját esküvőjén, utcabáján, vállalati rendezvényén, hát mi ezért vagyunk, és ezért vagyunk élő zenekar, bármilyen meghívást szívesen elfogadunk a Budapest TV kapcsolattartásán keresztül.
Végül, de nem utolsó sorban, hiszen lassan-lassan be kell fejeznünk a beszélgetést, légy szíves, sorold el, hogy kik vannak még az együttesben, hiszen azt hiszem, hogy ennyit megérdemelnek, hogy nevükön szólítsd őket, és tudja a kedves nagyérdemű közönség, hogy kik a te úgymond barátaid, illetve kollégáid a zenekarban. Hát én csak röviden annyit mondok, hogy igyekeztem olyan zenész társakkal zenélni, akik nem csak zenészek, hanem jó barátok is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy zenekaron belül legyen egy olyan hangulat, amelyik előre viszi a bandát, és éppen ezért, hogyha most neveket mondanék, akkor mondhatnék olyat, hogy Sisi, meg Nova, meg ilyenek, nem ilyeneket tudok mondani. Ezek fiatal zenészek, talán az egy tag van, aki ismerős, a Generál Együttes alapító tagja, Szigeti Edit, ugyanis női szólógitárosunk van, aki egyébként nagyon jó számokat is ír. Ő az, aki ismertebb, a többiek pedig fiatal és tehetséges barátaim. Meg fogunk róla bizonyosodni a későbbiek során. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Lehet, hogy túlságosan szeretlek? Előadja Louis és Dugó Zsuzsa. Lehet, hogy túlságosan szerettelek, lehet, hogy nem voltam egy nehéz eset, lehet, hogy megártott az őszintesség, mégse volt tőled szép. Kegyetlen tréfát üsztél te csak vele, s én őrült ráfizettem az életem. Remegve súgtad azt, hogy örökre már, s másnap már megcsaltál. Álmodozni rólad, édes keserűség, szép volt, de könnyen elszállt, akár egy szappan buborék. Neked csak egy voltam én a sok közül, a lelkem összetépted kegyetlenül, és bár a csókot százszor elátkozom, érted, imádkozom. Szeretni téged annyit jelent, mint kergetni a véget, s végtelent. Mint szeretni a mosolyt és a sírást, és soha többé nem akarni más. Lehet, hogy túlságosan szerettelek, lehet, hogy nem voltam egy nehéz eset, lehet, hogy megártott az őszintesség, mégse volt tőled szép. Kegyetlen tréfát üsztél te csak velem, s én őrült ráfizettem az életem. Remegve súgtad azt, hogy örökre már, s másnap már megcsaltál. Álmodozni rólad, édes keserűség, szép volt, de könnyen elszállt, akár egy szappan buborék. Neked csak egy voltam én a sok közül, a lelkem összetépted kegyetlenül, és bár a csókot százszor elátkozom, érted, imádkozom. Hogy túlságosan szerettelek, előadta Louis és Dobó Zsuzsa. Most azonban folytassuk tovább a műsort, hiszen következő vendégem Berkes Gabi. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm nagy szeretettel a Budapest TV nézőit. Te már egészen picike korod óta a színpadon állsz, hiszen ha jól tudom, 36 gyerekfilmben szerepeltél. Így van ez? Felsorolnál egyet-kettőt? Hát talán amik a leglegismertebbek azok az Utánam srácok, Kemény kalap és Krumpli orr, talán ezek azok, amikre a
kedves nézők emlékezhetnek még. Vagy egyáltalán be tudnak-e azonosítani. Talán a hangom, a beszédhangom nem változott annyit. Azonban azóta sok idő eltelt, de menjünk időrendi sorrendben. Hát voltak a gyerekfilmek, aztán következett a Zeneakadémia. Igen, oda jártam énekszakra, majd a Zeneakadémia után belekóstoltam egy picit a primadonna státuszban a színházban. Hiszen operett primadonna lettél. Igen, operett primadonna, játszottam csárdás királynőt, cirkuszhercegnőt, mindenfélét. A primadonna szerepkörben mutatkoztam be. Majd elkészült egy popalbum. Mi volt a címe? Vagy mi Lulu. Lett a címe? Lulu. Lulu, igen, 90-ben. Nagyon szerettem azt a poplemezt, és azok után elköltöztem Németországba. Hány évig voltál kint? 10 évig. 10 évig. 10 évig. De hogyha jól tudom, közben iskolában is jártál. Igen, igen, hát az még előtte volt. Hiszen ez egy megint másik műfaj, csak ezért szeretném, hogyha említést tennénk róla, hiszen nagyon sokrétű vagy, mert már most ugye kiderült, hogy popalbumot adtál ki, operett primadonna voltál, kezdted a gyermekfilmekkel, a Zeneakadémiára jártál, aztán a pszichológiai szakot is elvégezted. Igen, ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog. Igazából nem tudtam soha eldönteni, hogy... Mi szeretnél hogy, lenni? Igen, igazából, igen. És belekóstoltam a pszichológia tudományába, és ez egy olyan bonyolult, csodálatosan szép tudomány, hogy azt hiszem, hogy... Megérte. Megérte, igen, és ezt egy picit tartogatom még. A privát praxist egyelőre nem tudok nyitni, mert hiszen ahhoz egy jó pár év gyakorlat kéne kórházakban, illetve rendelőintézetekben. Ami most kimaradt egy jó ideig, hogy én kint éltem Németországban. Egyelőre maradjunk az éneknél. Kimentél külföldre, 10 évig kint voltál, mit csináltál külföldön? Hát az első pár évben anyuka voltam, van egy gyönyörű 17 éves nagylányom, és akkor született a kisfiam, aki most 10. éves, és az első pár évben, mivel nem beszéltem németül, csak így nekivágtam a nagyvilágnak, anyuka voltam 2-3 évig. De aztán jöttek a musicalek. Igen. Aztán a Vígadóban 120 előadást is megélt. A melyik darab? A Musical World társulathoz szerződtem, amikor Kovács Anikó Mercedes meghívott, amikor visszajöttem Magyarországra, és 120 előadást megértünk a Vígadóban. Nagy boldogságomra, és azt hiszem a teljes társulat nagy és boldogságára. Igen, nagy sikerre. Igen. Készül a második lemezed. Ha jól tudom, már a címe is megszületett. Igen. Kő és méz. Miért éppen kő és méz? Igazából nem is a lemez sok színűségére utal ez a szélsőségesség. Ez egy szám címe, és Szabó Ági szövege. Egy nagyon érdekes dal, és azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen olyan szám, aminek olyan izgalmas, feelingje. Igen, olyan feelingje volt, amire azt mondtuk, hogy na ez legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és várjuk a második lemez. Természetesen veled még találkozunk az este folyamán. Azonban most végre következzék a transzvesztitasunk. Mandarin fogja előadni nekünk ezt a számot. Azt hittem, rögtön elájulok. Megáll az ész, egy híres színész, és akit felkért, az én vagyok. Irigykedett a vendégsereg, senki sem volt nálam boldogabb. Táncolt velem az én Istenem, szőttem a szebbnél szebb álmokat. Elnéz,
elnézést kérünk, valami technikai probléma akadt, került abba a bizonyos kosárba, de ezért ettől függetlenül folytatni fogjuk a műsort, hiszen ahogy már tőlem megszokhatták, körülbelül ebben az időpontban sorsolni szoktunk. Hiszen akik esetleg nem tudják, azoknak elmondanám, hogy várom azokat a leveleket, amiben önök megírják, hogy tetszett éppen a műsor, vagy nem tetszett a műsor, vagy kit szeretnének látni, hiszen azt hiszem most már ez a második adás, amiben tapasztalhatták, hogyha megírják nekem, hogy kit szeretnének látni, természetesen mindent megteszek azért, hogy teljesítsem a kívánságokat. Van is erre rengeteg nyereményünk, hiszen aki nálam fellép, mindig hagy itt nálunk rengeteg CD-t és kazettát, hogy ezt ki tudjam sorsolni. Így van ez most is, úgyhogy meg is kérem a kollégákat, hogy az inzertet adják be, hogy önök is láthassák, hogy milyen kazettáink és CD-ink vannak. Azonban most meg is kérnék valakit az itt jelenlévő közönség közül, hogy segítsen nekem, azt a legkisebbik lány. Gyere csak ide hozzám! Ott ez a kis picike, gyere segíts nekem sorsolni! Gyere szívem, guggolj ide mellé. Igazság szerint miattad guggoltam le, hogy ne legyen olyan nagy a különbség köztünk, mert én már tudtam, hogy téged foglak megkérni. Légy szíves, kutyold össze ezeket a leveleket, és aztán majd válasz közülük egyet. Egyet válasz. Sok közül. Ne nézz oda, jó? Hogy nehogy ezt higgyék a kedves nézők, hogy összebeszéltünk és egy valakit akarunk kihúzni. Nagyon szépen köszönöm. Aztán ezek közül is válassz egyet. Ne nézd meg őket, csak úgy válassz a sok közül egyet, hogy mi legyen a nyeremény. Mindegy, hogy CD vagy kazetta, ami sikerül. Ahova először hozzáér a kezed, azt válasz. Nagyon szépen köszönöm. Tehát a mai nyertesünk Harangozó Terinek a kazettáját fogja megkapni, a Sose fájjon a fejed című kazettát, és aki nyerte, Bretka Gyuláné, Budapest, 4. kerület, Sporttelep utca. Most gratulálok neki, és amennyiben lehetséges, fáradjon be ide a Budapest Televízióba, ami a 1085 Budapest, Orci út 44-46 B szám alatt található, és megkérem önöket még egyszer, hogyha tetszett, vagy ha mégse, vagy valakit látni szeretnének, írjanak nekem levelet, de feltétlenül írják rá a borítékra, hogy töltse velünk az éjszakát, Szalontai Andrea címére címezve. Most azonban folytassuk tovább a műsort, hiszen Fekete Gyula, Szaxi Maxi fog következni. Fogadják nagyon sok szeretettel! Az egyik fényes utcán szombat éjjel letépték a nejem láncát kéjjel, de a csibész néhány könyörgő szóra mindent visszaadott, mikor meghallotta, hogy csak aranyozott. A dzsungelben oly szimpla volt a helyzet, mikor az éhes állat táplálékot szerzett. Csak lecsapta és befalta, ott nem volt vita, s nem vitték be érte a dutyiba. Csak egy könnyű esti besti testi sértés, tudod jól, hogy nem lesz félreértés, csak néhány apró érték örökre gazdát cserél, az ember segítséget sem remél. Egy kihalt ködös szürke téli este sétáltam a belvárosban Pesten, s egy kis utcából előjött a végzet, lassított és mélyen szemembe nézett, hogy a feszültséget gyorsan feloldjam, folytont hangon csak ennyit szóltam. Figyeljen, haver! Adna egy kis tüzet, vagy inkább az életével fizet. Csak egy könnyű esti besti testi sértés, nem nagy ügy, nem jön róla végzés. Így lett a tettesből áldozat,
happy end meg elmaradt. De boldogságom nem sokáig tartott, mert ellenfelem gyorsan váltott hangot. Az öngyújtómat önnél hagyom végleg, de cserébe egy teli bukszát kérek. Csak egy könnyű esti besti desti sértés, tudod jól, hogy nem lesz félreértés. Csak néhány apró érték örökre gazdát cserél, s az ember örül, ha élve hazaér. Könnyű esti pesti testi sértés, előadta Fekete Gyula. Most azonban folytassuk tovább a műsort, hiszen következő vendégem Bárdos László. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és meg kell mondanom őszintén, hogy én nem tudom és nem is akarom számolni az éveket, de több mint 10 éve nem találkoztunk, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy végre találkozunk, és hogy itt vagy nálunk a televízióban, és elfogadtad a felkérésünket. Köszönöm szépen a meghívást! Nagyon sokan ismernek téged, hiszen elég régóta ezen a pályán, vagy úgymond koptatod azokat a bizonyos világot jelentő deszkákat, viszont nagyon sokan nem tudják róla, hogy te tulajdonképpen 40 nyelven tudsz énekelni és konferálni, és ez borzasztó nagy szám, igaz? Hát igen, sőt több mint 40, de hát... Hogyan? 40 nem tudom mennyi. Hát a kényszer vitt rá, tudod? Mert én külföldieknek szóló úgynevezett folklór műsort csinálok most már idestóba 15 éve, és hát ott mindig más náció van, hát van egy este 10-15 különböző náció, aztán köszönteni kell őket, és a saját nyelvükön is kell énekelni, minimum egy dalt kell ismerni a nyelvükön. Viszont egyébként 3 nyelven tökéletesen beszélsz. Hát, igen. Én így tudom. 18 éves korod óta énekelsz. Készültél az énekesi pályára, tehát ez gyerekkorod óta, amióta megszülettél, ez megfogalmazódott benned, hogy te énekelni szeretnél, vagy mi miatt lettél te énekes? Mindig is úgy volt, hogy énekes leszek, nem tudom mi, iskolakórus, stb. Hát ez így... Viszont egy öreg elégedetlen ember vagy, hiszen mindig szeretnél valami többet tudni, valami más tanulni, sokrétű lenni. Ha jól tudom, most éppen zongorázni tanulsz, igaz? Most éppen igen, a saját gyönyörűségemre, nem mint hogyha gyönyörűség lenne, hogy játszom, csak saját magam élvezetére. De hát mindig foglalkoztam minden mással, tehát közben elvégeztem egy egyetemet, sőt, francia tanár, német. Sőt, amikor egyetemet végezted, akkor nappal egyetemre jártál, és közben különböző éjszakai szórakozó helyeken dolgoztál. Így tudtam nyugodtan tanulni nappal, így tudtam finanszírozni, persze. A későbbiek folyamán tanárként is dolgoztál. Mit tanítottál? Francia nyelvirodalmat. Nagyon nehéz ezt a bizonyos francia nyelvet megtanulni? Nem, azt hiszem nekünk magyaroknak talán a legkönnyebb az összes népek közül, mert tulajdonképpen minden hangunk megvan hozzá. Csak bátorság kérdése, tudod, csak sokan megijednek tőle, mert rengeteget ír, és akkor keveset mond. Aztán attól van félelmetes, de minden hangunk megvan. A mai vendégeink közül tulajdonképpen szinte mindenki járt külföldön. Te is 6 évet töltöttél el külföldön. Merre jártál és mit csináltál? Hát leginkább Németországban, annak idején ugye Nyugat-Németországban voltam 4,5 évet és 1,5 évet Skandináviában. De aztán Rio de Janeiro egy hónap, tehát egy-egy hónapra kiruszhat az ember más tájakra is. Haknézgatol, vagy esetleg van olyan lehetőséged, ahol állandóan fel tudsz lépni, és a nagy érdemnek meg tudod mutatni a tetkésedet? Is, de hát főleg egy helyen dolgozom, egy-két helyen minden este. Szabad tudni, hogy mik ezek a helyek? Hát ahogy mondtam már, ez egy ilyen külföldieknek szóló folklór műsor. Igen? Nem is tudom, hogy hívták ezt valamikor, Gálfi Jancsi csinálta, ő kezdte el. De hát minden esetre lényeg az, hogy egy ilyen magyaros show műsort csinálunk a külföldieknek, egy vacsorát kapnak hozzá, és akkor nézik a magyar táncosokat, aztán mi meg énekesek elszórakoztatjuk őket. Mondom, te magad is nagyon jól érzed magad, amikor ezeket a folklór műsorokat csináljátok. Hát persze, ez a foglalkozásom. Magától érthetődik. Van 3 fő nyelv, amikben te énekelsz, hiszen attól függetlenül, hogy magyarul énekelsz, és attól függetlenül, hogy több mint 40 nyelven tudsz énekelni és konferálni, azért azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit róla tudni kell, azoknak esetleg, akik nem tudják, hogy francia sanzonokat énekelsz.
Igen, hát az a mondjuk a fő speciálom, a francia chanson, de hát nagyon kevés alkalmam van, hogy franciál énekeljek. Most a héten éppen volt egy, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében énekeltem francia chansonokat a koronapódiumon. De elég ritkán énekelek franciál, tulajdonképpen csak akkor, hogyha a francia közönség van. De spanyolul, spanyolul olaszul. Rengeteget, olaszul, hogyne, oroszul. Mondj valami mind. Szépet, nem is nekem, a kedves nézőknek franciául valami szépet. Légy szíves, köszönj a kedves nézőket franciául, megtennéd? Jó. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je vous souhaite de bien vous distraire. Megkérhetnélek még valamire? Igen. Felkonferálnád a következő műsorszámot? Segítesz nekem? És éppen franciául? Hát mondjuk vagy, ez legyen, vagy egy magyarul. Olaszul, vagy spanyolul, olaszul, vagy nem, magyarul? Nem, a következő, a magyarul inkább tudni, az ember csak a sztereotípiákat tanulja meg, Isten hozta kellemes szórakozást, ami kell, tudod, olaszul, tehát, és hát persze énekelni, és hát nem nyilván tudja, mit énekel, mert megkérdezi a tanár kollégáitól. Álljon meg egy pillanatra, mielőtt elfelejtenék valami nagyon-nagyon fontos igen. dolgot, amivel nem mindenki dicsekedhet, bár hál' Istennek a ma itt lévő művészek közül ezt sokan elmondhatják magukról, de én azért hadd büszkélkedjek a te nevedbe is avval, hogy te mindig élőben énekelsz. Igen, hát persze. Ezt nem mindenki teheti meg, és én hadd legyek helyetted is büszke, hogy te mindig élőben. Hát amennyire erre büszke lehet valaki, hát akkor oké, legyünk büszke. A mai világban, amikor a számítógépes korszakot éljük, és tulajdonképpen mindenkinek keverik, kutyúják és csinálják. És sőt, az esetek többségében mikrofon nélkül dolgozom zenekarral. Tehát cigánzenekar, egy kísér nagyon sokszor, és hát egy mikrofon nélkül kell énekelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és én köszönöm a meghívást. Még találkozunk az este folyamán, hogy bebizonyítsd a nézőknek, hogy te valóban énekelsz. Nem is így, nem is úgy, sokféle nyelven, nagyon jól. Következik a következő műsorszámunk, Bódi Gusztiék következnek, a Fekete Szemek. Fogadják őket nagyon sok szeretettel.
Nagyon köszönjük a fekete szemeknek. Hát